A bajnoki címvédő Békés Csaba számára az elődöntő negyedik mérkőzése kínálta az utolsó esélyt arra, hogy életben tartsa döntős reményeit. Az első szettet a vendégek nyerték 19-re, sőt a második játszmában is közel voltak a győzelemhez a nyíregyháziak, azonban a Békés Csaba 25-23-mal egyenlített. A harmadik játszma 21-re lett a házigazdájé, a negyedik felvonásban pedig 24-17-nél 7 szettlabdája volt Hollósi László együttesének, a Békés Csaba viszont fordítani tudott és 3-1-es győzelmével kiegyenlítette a párharcot. Amennyire mondjuk lehet azt mondani, és a Békés Csabaiak mondták, hogy a harmadik mérkőzést ők uralták, hát ez a mostani mérkőzés meg pont az ellenkezője volt. Tehát én úgy gondolom, hogy egészen a második játszma végéig, 23-20-ig a mi akaratunk dönt érvényesült, és tényleg már talán az volt a fejünkben, hogy 23-20-nál, hogy ha 2-0-ra vezetünk, akkor onnan már nem állíthat meg senki minket. Ennek ellenére a negyedik játszmába visszajöttünk, tehát ugye gyakorlatilag 24-17-nél már mindenki úgy gondolta, hogy akkor készülhetünk az ötödik játszmára. Hát sajnálatos módon egy rövid zárlat volt a csapatnál, de én azért mondom, mindig szoktam mondani a játékosaiknak, hogy ez a múlt, ezt félre kell tenni, és tényleg meg kell mutatni, hogy fejben igenis erősek vagyunk, és hétfőre kell most már koncentrálni. Egy ilyen mérkőzés után nem csak a fizikai, hanem a mentális rehabilitációval, illetve felkészítéssel is foglalkozniuk kell a csapat mellett dolgozó szakembereknek. A medical stáb most szépen elvégzi a testnek a karbantartását. Nekünk a Horváth András kollégámmal meg elsődlegesen a lelkeknek az ápolása következik. Tehát egy testi-lelki masszást kell most alkalmazni a játékosoknál. Valóban már ugye azért lassan a 10. mérkőzésünket játszok a Békés Csaba ellen, tehát taktikailag nagy módosításokat nem lehet eszközölni. Nyilván leszűrjük a tapasztalatokat, hogy miért történhettek ezek a rövid zárlatok, és ezt megpróbáljuk kiküszöbölni a következő mérkőzésre. Az elődöntő 5. mérkőzése hétfőn 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. A győztes csapatra a Vasas Óbuda vár az Extraliga döntőjében.